A járvány második hulláma már az egész országot elérte. A koronavírus nem csak a nagyobb városokban, hanem bárhol jelen lehet, ezért városunkban és térségünkben is fontos a szabályszerű és korcsoporttól független maszkhasználat. Figyelemfelhívó anyagunk következik. A járvány második hulláma jóval nagyobb, mint az első hullám volt. Egyre több a beteg. De dr. Szlávik János főorvos szerint az emberek felelősségteljes viselkedésével elkerülhető az a katasztrófa, amely korábban néhány nyugat-európai országban volt tapasztalható. A főorvos arról tájékoztatta televíziónkat, hogy nem igaz, hogy a maszk nem véd a fertőzés ellen. A rendszeres maszk használattal a betegek meg tudják akadályozni a koronavírus fertőzés átadását. Az egészségesek pedig meg tudják védeni magukat a fertőzéstől. Szlávik János kiemelte, hogy fel kell hívni a figyelmet a maszk használat fontosságára, mert az még nem egészen elterjedt, nem mindenhol és nem megfelelően tudják hordani az emberek. A főorvos tájékoztatást adott arról is, hogy a fertőzöttek átlag életkora jóval alacsonyabb, mint korábban. Kórházi kezelésre leginkább az idős betegek szorulnak. De ha nagyon sok fertőzött lesz, elképzelhető, hogy középkorú, nem krónikus betegek is kórházba lélegeztető gépre kerülnek. Ezért mindenki egyéni felelőssége, hogy korcsoporttól függetlenül hordjon maszkot, emelte ki.